2020 évben is keresik Magyarország legszebb konyhakertjeit, balkonjait. A program célja, hogy a kertek versenyével a kertművelés hagyományait megőrizzék, a kertművelő embereket, az ő kitartó munkájukat megbecsüljék, és hogy az ő példájuk nyomán egyre többen műveljenek konyhakertet, hogy az évtizedek során összegyűjtött tudás, tapasztalat tovább öröklődhessen a generációk között. Stúdiónkban itt van Sári Kovács Szilvia ötletgazda. A részletekről kérdezzük hírstúdiónkban az alpolgármesterasszony. Mai vendégünk Sári Kovács Szilvia, a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei ötletgazdája, programigazgatója, Karcagváros alpolgármestere. Köszöntöm, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök minden karcagi televíziónézőt, és ezúton szeretnék mindenkinek nagyon boldog, eredményes, sikerekben gazdag és egészségben eltöltött új esztendőt kívánni. A 2020-as évre mindig, meg nyilván minden évre készülni kell, most is egyértelműen. Milyen ötlet van, van-e már konkrétum, hogy milyen kert, milyen lesznek nevezések, mi az a téma, amelyben a kerteket majd nevezni lehet? A kategóriák nem változtak, hiszen úgy gondolom, hogy a balkon, a mini, a normál, az zártkert zöldséges, az zártkert gyümölcsös, zártkert vegyes, és a közösségi kategória minden kertművelési szokást lefed, tehát mindenki megtalálja magának szükséges és magának kellő kategóriát. Ebben az évben is lesz legszebb óvodai, Magyarország legszebb óvodai kertje, legszebb iskolai kertje és legszebb önkormányzati kertje, hiszen ez nagyon nagy sikert aratott. Minden évben van kiemelt témánk, hiszen a december 5-i budapesti évértékelő konferencián erre külön kitértem, hogy a külön témák milyen eredményt hoznak a kertművelési szokások terén. És azt lehet megállapítani, és a számok ezt bizonyítják, hogy az év kiemelt témája mindenki számára úgymond egy szentírás. És még ha nehéz is, de a kertművelők, az én drága kerteseim tökéletesen teljesítik. Ugye beszéltünk arról, hogy ebben a 2019-es évben ez annyira nem volt sikeres, de az igyekezet megvolt. Viszont az elmúlt éveknek a témái mind-mind olyan eredményeket hoztak, amik évről évre nem felejtődnek el. Tehát most már ott tartunk, hogy a 2014-es madárbarát kert külön téma, egy ilyen 80-90%-os kertbarát, vagy egy madárbarát kertet eredményez. Tehát tulajdonképpen alig van már olyan kert, ahol ne lenne szinte mind a három. Madáretető, madáritató és madárodó is. És ugyanez mondható el a gyógy- és fűszernövényekre, a több generációs kertekre, ugyanez mondható el a rovarbarát kertre, még mindig fantasztikus rovarszálókat és mindenféle saját készítésű csodákat látunk, hogy a lepkéket és különböző rovarokat oda vonzák, függőlegyeket és daracsakat, méhecskéket, mindenféle hasznos rovarbogar oda vonzanak a kertművelők, és a talaj kímélő eszközök használatával is szépet fejlődtünk, illetve sokat fejlődtünk, hiszen egyre kevesebben használnak már műtrágyát, egyre többen komposztálnak, és a komposztnak is különböző változatait készítik el, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezekhez hűnek kell maradni. És ahogyan felsoroltam, lehetett látni, hogy már szinte minden területet érintettünk, és ezért én úgy gondoltam, hogy egy csokorba foglalom az eddigi külön kiemelt témákat, és ezért a 2020-as évet december 5-én a program meghirdető rendezvényen az Agrárminisztérium kupolatermében, amikor meghirdettem a 2020-as évet, akkor a biodiverzitás évét hirdettem meg, illetve a kiemelt témánk a biodiverzitás éve. Azaz szeretném, hogyha minél színesebb, minél gazdagabb és minél fajta gazdagabb, és minél sokfélébb lenne egy kert. Tehát minél többféle növény legyen benne, zöldség, gyümölcs, gyógynövény, fűszernövény, de akár gyom is, vadvirág és virág is, hiszen ezek olyan értékes rovarokat, és jön a rovarbarát kert,
vonzanak be a kertbe, amik a természetes védekezést segítik. És ne csak rovarok, bogarak, hanem bármilyen állat legyen a kertünkben. Legyenek emlősök, legyenek gyíkok, legyenek sülök, és mindenki, békák nagyon fontosak, giliszták nagyon fontosak. Mindenki, aki a talajnak a minőségét javítja, a kártevők elleni védekezésben segít bennünket, és akkor legyenek sok-sok gyümölcsök is, ne csak egyféle gyümölcsöt termesszünk, ne csak almások legyenek, hanem vegyesen, hiszen így alkot majd egy egészet egy kert, és így alakulhat ki az az egészséges flóra, ami tényleg segíti azt, hogy a kertünket minél egészségesebben biomódszerekkel tudjuk művelni. Meddig lehet szavazni, és milyen módon a 2020-as versenyre? A nevezéseket folyamatosan várjuk. Én úgy gondolom, hogy a második kertszemle végén zárjuk le az évet, hiszen ha valaki később jelentkezik a kertjével, és később gondolja meg magát, azt is szeretettel várjuk. De az elkövetkezendő hetekben megjelenik majd, ahogyan eddig is szoktuk jelentetni a karcagi hírmondóban a pályázati felhívás jelentkezési lappal, de én azt szoktam mondani, hogy aki eddig jelentkezett, az nálam mindig jelentkező, az én szívemben mindig ott van, és várjuk a jelentkezését. Minden karcagi kertművelő, aki eddig jelentkezett, postán megkapja, illetve küldönceáddal megkapja a jelentkezési lapot, a felhívást, és én úgy gondolom, hogy élnek is ezzel a lehetőséggel, viszont várom azoknak a jelentkezését, akik még eddig nem mutatták meg a kertjeiket. Nagyon sok olyan szép kert van Karcagon, akire én szeretnék büszke lenni, és én kérek mindenkit, hogy nevezzen a kertjével. Egyszer úgy szeretnék a 100-as szám fölé emelkedni a nevezéseket tekintve, ne csak Butorföldje legyen már, vagy Nagykanizsa legyen már, aki a 100-as jelentkezési létszámot meghaladja, hanem úgy szeretném, hogy egyszer Karcag is egy ilyen rekordot döntene meg. De tulajdonképpen nem az a lényeg, hogy milyen sokan jelentkeznek, hanem az a lényeg, hogy életben tartjuk ezt a programot. Karcag mindig példát mutat ebben. Megtanulták Karcag nevét az országban. Példák vagyunk mindenki előtt. És én úgy gondolom, hogy a karcagi kertművelők erre méltán lehetnek nagyon büszkék, hiszen ezek a szép eredmények nekik köszönhetőek. És a továbbiakban is nagyon sok sikert kívánok a programhoz. Köszönöm szépen, és hát hajrá Karcag, várom mindenkinek a nevezését, és köszönöm az eddigi munkáját mindenkinek.